Nekem a sport nagyon sok mindent jelent. Én ezáltal tanultam meg beosztani az időmet. Szerintem nagy fegyelmet tanított. 2012-ben 8 évesen kezdtem el kajakozni. Egy iskolai toborzáson voltak az akkori edzőm, és annyira megtetszett, ahogy előadták, hogy mi is ez a kajakozás, és hogy egész nap kint vagyunk a szabadban, hogy még aznap délután lementem a kajakkenutelepre, és ott is ragadtam, és azóta kajakozom. Minden napomat ott töltöm lent a sporttelepen, és imádok a természetben lenni. Tanuljanak a sportból, mert nem lesz mindenkiből Európa-bajnok vagy világbajnok. Valami kis morzsát nagyon remélem, hogy tudok visszaadni nekik, nem csak én, hanem a sport is. És úgy igazándiból szeressék ezt az egész közeget, az egész sportot, magát a sportot, nem csak a kajakozást, mindegy, hogy mit. Azért szeretek kajakozni, mert kint vagyunk a szabadban, egyéni sportág, de mégis csapatban készülünk, és rengeteg mindenre megtanít szerintem. Például fegyelemre, egészséges életmódot ad, egészséges táplálkozásra ösztönöz, és a kajakozás mellett rengeteg kiegészítő sportágat csinálunk, és nekem ez nagyon tetszik. Télen úszodába járunk, reggel 6-ra megyünk, hetente kétszer, kondizunk nagyon sokat, futni járunk hegyre, illetve pályákra, és még crossfitre is járnak a lányok. Leköti valami a délutánjaimat, és ezt nem úgy fogom fel, hogy elveszi az időmet, hanem rengeteg mindent ad. Barátoktól kezdve azt, hogy egészséges életmódot tudok élni. Számomra minden edzés egy verseny, és ezt is nagyon szeretem benne. Naponta két edzésünk van a nyári időszakban, ahogy az iskolának vége, reggel 8 vagy 9 órakor, és délután 2-kor vagy 3-kor szoktunk kezdeni. Minden nap, kivéve vasárnap, és szombaton is csak délelőtt van, tehát másfél nap pihenőjük van a lányoknak minden héten, amikor nincsen verseny. Nekünk a versenyszezon tavasszal kezdődik, és nyár végén nagyjából be is fejeződik. Egy évben olyan 6-8 főbb versenyen indulok. A legutolsó versenyem most az Európa-bajnokság volt Lengyelországban, ahol egyes és páros 500 méteren is sikerült nyernem. Ez volt az első nagyobb nemzetközi versenyem. Rengeteg élménnyel gazdagodtam, és sok ilyen versenyen szeretnék még részt venni. Ez egy nagyon különleges verseny volt számomra. Ki tudtam zárni a külvilágot, hogy mi történik körülöttem, így az egész hétvége alatt, és csak magamra tudtam koncentrálni, és úgy gondolom, hogy ezért sikerült ezeket az eredményeket elérnem, mert rám ez jó hatással van, hogyha nyugodtan tudok versenyezni. Mindig csak a következő versenyekre tekintek előre, ami most az országos bajnokság lesz. Ez egyben a világbajnokságra válogató, és az EB-hez hasonlóan 501-esben és párosban szeretném képviselni Magyarországot a világbajnokságon is.